Sziasztok, üdvözlök mindenkit! A mai videóban a Doctor Strange 3 lesz a téma. Egy párszor már volt szó a folytatásról, ugyanis nagyon úgy néz ki, hogy a Time Rounds Out képregény lesz adaptálva, ami a titkos háborúknak a közvetlen előzménye. Erről már csináltam egyszer egy videót, érdemes mindenképp megnézni azt is. A mai napon pedig egy elmélet lesz, ami kapcsolódhat a harmadik részhez, illetve nagyon fontos a Doki jövőjének a szempontjából. Doctor Strange karakterével kapcsolatban mindig is nagyon népszerűek voltak azok a teóriák, miszerint ő mindig sántikál valami rosszban, és mindig kockáztad valamit. Ezek a teóriák megerősítést nyertek az őrület multiverzumában, amikor is két másik strange is láttunk, akik bizony óriási hibát vétettek, amiknek következménye is voltak. De ezt az Illuminati is felvázolta a 616-os doki előtt, hogy bizony Strange veszélyes lehet az összes univerzumban, és az Illuminati csak a saját strange indult ki, és nem sokkal rá láttuk, ahogy a doki elmegy egy másik világba, ahol szintén egy elég veszélyes variánsát láthattuk, aki elég nagy bajt okozott a multiverzumnak. Össze a 616-os karaktert a két gonoszabbik variánsával. Van-e különbség? Nincs, vagyis maximum annyi, hogy a 616-os Strange csak az őrület multiverzumának a végén csinálta meg azokat, amiket a két másik variánsa. Tehát ő is ugyanolyan, mint ők, csak rajta még nem jöttek ki a következmények, és az egyik legsúlyosabb következmény az a térfúzió. A 616-os karakter is ugyanazokat csinálta, illetve hát elő is idézett egy térfúziót, csak őt felkerestek Lia, de lehet, hogy a vége itt is ugyanez lesz ennek. Sőt, biztos, mert maga Strange az, aki előidézi ezek szerint a titkos háború és ez nem áll messze a képregényektől, ugyanis Strange-nek ez miatt ott is bűntudata lesz és ő Dr. Doom mellé áll, tehát ő segít Doomnak a birodalmának az egybetartásában. A variánsai is figyelmeztették őt, hogy a Darkhold súlyosárat követel, és láttuk, hogy ez a súlyosár mit is jelent, térfúziót, na meg persze olyan kis DLC-ket, mint a harmadik szem. Itt a probléma csak továbbfokozódik azzal, hogyha figyelembe vesszük, hogy egy másik földről származó Strange használ egy másik földről származó setétkönyvet egy másik világban távjárással. Tehát ez a doki így mindent egybevetve vetve sokkal súlyosabb dolgokat követett el, mint mondjuk, akivel előtte megküzdött, vagy akit az Illuminati eltett lábalól. Talán ezért is keresette felőtt Klia. Persze a többi sem piskóta, ki, mondjuk elkezdte ülni a többi variánsát, de egy mindent egybevetve azért a 616-os föld helyzetét még az sem könnyíti meg, hogy a Skarlát boszorkány is használta a setétkönyvet, és ő is a multiverzumban távjárásba kezdett. Szóval ők ketten, mindegy, hogy melyikük a jó, melyikük a gonosz, a multiverzumra és a saját világukra nézve súlyos dolgokat követtek el. És bár a skarlát a többi követ következmény nem jött ki, mert hagyta magát meghalni, ezt megerősítette a timeline könyv. Viszont a multiverzumra nehezedő következmények megmaradtak, és talán minden olyan világ, amikbe ők ellátogattak, térfúziós pályára fog kerülni egymással, és lehet, hogy ők ketten több térfúziót is előidéztek, és ez vezet majd a titkos háborúkhoz, és talán ez is adhat majd egy motivációt Strange-nek, hogy ne feltétlen a jó oldalra rájön a titkos háborúkban, ugyanezt történt a képregényekben is, itt ugye már csak az a kérdés, hogy a titkos háborúkban ki lesz a főgonosz. Ugye elvileg idén Benedict Cumberbatch forgatni fog valamit Doctor Strange szerepében, ezt még tavaly erősítették meg hivatalosan, hogy ez pontosan mi is lesz, azt nem tudjuk, lehet, hogy elkezdik a harmadik résztitokban forgatni, vagy valamelyik filmben, mondjuk lehet, hogy a pengében talán szerepel, tehát még maximum ott lehet téma a sötétkönyv illetve Darkhold, angolul jobban hangzik, úgyhogy meglátjuk. Strange karakterében elképesztően nagy potenciál van, nagyon nagy fordulatokat lehet behozni, úgyhogy meglátjuk, hogy mit tudnak kezdeni ezzel, remélem, hogy jól fogják használni a karaktert. Kommentbe írjátok, hogy ti mit gondoltok erről, vagy hogy szerintetek miről szól majd a harmadik rész. Köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet, a tetszett a videó, nyomjatok egy lájkot és iratkozzatok fel, vagy ha úgy érzitek, csatlakozzatok a tagok közé. További szép napot, sziasztok!